Az MSZP álláspontja teljesen világos. Világos volt a találkozó előtt is, amelyre nem tudtunk elmenni miniszterelnök úr számára. Az álláspontunk pedig az, hogy nemzetállami megoldásokkal nem lehet megállítani a menekült hullámot. Csak közös megoldás, és erre van szükség, közös határrendészetre, határvédelemre, közös menekültügyi eljárásra, közös kitoloncolási eljárásra, a Dublin 3-as szabályozás helyett egy új szabályozás létrehozására, és álláspontunk az következetesen, hogy a gyökerénél kell kezelni a problémát, ezért is üdvözöljük azt a megállapodást, amelyet az Európai Unió Brüsszelben Törökországgal megkötött. Mindezen feltételek, amíg nem állnak fenn, addig a Magyar Szocialista Párt sem támogatja az automatikus elosztási rendszert. De szeretném felhívni tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy ugyanilyen közös megoldásra van szükség a terrorveszély elhárítása kapcsán is, és nem mosható össze a menekültválsággal a terrorveszély. Itt is közös megoldásra van szükség, közös hírszerzésre és közös elhárításra, közös szervezetre és közös szabályozásra. Ezt szolgálja az a törvénymódosító javaslat, a büntető törvénykönyv kapcsán a Magyar Szocialista Párt benyújtott, amely a terrorveszély elhárítását szolgálja. Kérem képviselőtársaimat, hogy tűzzük napirendre, és ezzel is mutassunk példát az Európai Unió tagállamai számára, hogy szükség van közös szabályozásra a terrorveszély elhárítása kapcsán. Ez a mi világos álláspontunk, emellett tartunk ki. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés!